Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ha hétfő este, akkor Erdély Kávéház, Marosvásárhelyről, a Sörházból. Ma este a Rockban utazunk, vendégünk Fülöp G. Imre. 1980-ban született Marosvásárhelyen. Az 1996-ban alakult Marosvásárhelyi Defender együttes alapító tagja és frontembere. Több ismert együttessel és előadóval játszott már a színpadon, mint meghívott gitáros. Többek között az Edda művekkel, a Piramissal, a Takács Tamás bluesbanddel és Keresztes Ildikóval zenélt együtt. 1998 és 2003 között több alkalommal is kitüntették az év legjobb szólógitárosa címmel. A Defender együttesnek eddig 7 lemeze jelent meg, és ők adták ki Erdély első magyar nyelvű nagylemezét is. A Defender vagy a Defender zenekar frontember? Hát maradjon a megszokott Defender. Üdvözlöm a kedves nézőket, és örülök, hogy itt vagyok. Erdélyben ugye Defendernek mondják. Igen, Defender. Igazából Defender kéne legyen? Igazából Defender kellene legyen, de hát majdnem fel sem figyelek már a Defender névre, annyira megszokott, mert 19 év alatt mindenki tényleg Defendernek hát mondja, nézd, valamikor, amikor a 80-as évek elején az AC/DC láz elárasztotta a tájainkat is, akkor úgy mondták egy ideig, hogy AC villám DC. Ja. És minden ilyen biztosíték táblára, igen, volt. Egyenáram, váltóáram, akkor rá volt írva, hogy AC DC, úgyhogy Defender, Defender. Lényeg az, hogy hallgassák, ugye? Így van. Ugye? 20 éve lassan rockból éltek, vagy a rocknak éltek? Nem tudom eldönteni. Hát mind a kettő. Legalábbis jó magam, én ebből is élek már elég rég, és örülök neki, hogy még ugye annak idején, amikor megjelent a zenekar, megalakult a zenekar, bocsánat, akkor még rengeteg lemezt adtunk el, sokkal több belépő egyes koncert volt, ma már ez nagyon változott. Azért volt, provokatív volt a kérdés, igen, hogy meg lehet még ma élni a rock zenéből? Próbáltunk ez alatt a 20 év alatt tényleg mindig megfelelni, és mindig ott lenni, hol kell, amennyiben lehetett. Folyamatosan megjelentettünk lemezeket, új videoklippeket, és tényleg a zenekar folyamatosan aktív volt. Ma is, hál' Istennek, akár 40-50 koncertünk van egy évben, aminek, hát ennek köszönhetően azt gondolom, hogy ez azért van, mert egyrészt még abban az időben alakult a zenekar, amikor még lehetett egy kis hírnevet szerezni, ami amúgy elég nehéz. És azt gondolom, hogy annak köszönhetően, hogy ezelőtt a 20 év alatt folyamatosan aktivizáltunk, ma tényleg működnek a dolgok. De annak idején mindenki szólógitáros akart lenni. Igen. Ugye? Mindenki elől akart, mint a Van Halenben. Szólógitározni, mert akkor azt tetszik a lányoknak. Így van. Te is így kezdted el. Én pont fordítva voltam, nekem az édesapám szólógitáros volt, és hát gyerekkorom óta ette az agyamat és a fejemet, hogy neki fogja gitározni. Tényleg? Mindig melémmel, ámmal egy-két órát gyakoroltam, de aztán azt mondta egy idő után, hogy ezt ne erről tessük tovább. És hát aztán 16 éves koromban, amikor a testvérem vett rá arra, hogy alapítsunk egy zenekart, akkor elkaptuk a gitárt, ami hál' Istennek otthon már megvolt. És akkor kezdtem el komolyan foglalkozni ezzel, de akkor viszont annyira komolyan, hogy szinte egész nap. Tehát 16 éves koromtól, azt gondolom, 23-24 éves koromig komolyan 8-10 órákat gyakoroltam napon. Ez pont fordítva szokott lenni, gondolom normális, hogy megtanulok jól gitározni, és akkor alakítok egy zenekart. Ja. Ti alakítottatok egy zenekart, és utána elkezdtetek gitározni. Ez így van. Honnan jött ez a név, hogy... Hát 96-ban ugye vettük a gitárt, és elkezdtünk dalokat írni, persze nagyon kezdő szinten, és aztán 97 év vége fele megismertünk még két srácot, akik ők már azért jobban benne voltak a zenében, és ő egy dobos és egy másik gitáros volt, és akkor lett a Defender zenekar, és az akkori dobosunk adta ezt a nevet. Tudtom szerint az egyik kedvenc dalának a címe volt, úgyhogy ilyen nagyon egyszerű. Defender zongoráról hallottam, de ez Defender. Ez Defender, igen. És hát ez teljesen más. Nem kerülhetjük meg a kérdést, Romániában magyar rockzenésznek elég szűk a piaci lehetősége, ezért az összes magára valamit adó romániai magyar rockzenekar mindig olyan nevet keresett magának, amit azért ugye el lehet adni, ugye Metropol, Magneton, Autostop, Defender. Igen. Na,
piszkáljuk meg ezt a kérdést. Abszolút, tehát megmondom őszintén, marketing szempontból ez a név, hát nagyon sokszor ütköztünk ebbe a problémába, hát én is szerettem volna egy sokkal könnyebben észbe tarthatóbb nevet, stb., de hát ez már késő volt, mert ugye mi 97-ben, a 96 végén alakultunk meg, de 98-ban már nyertünk egy lemezszerződést, és 98-ban megjelent egy lemezünk, ami... 98? 98-ban, igen. Igen. Akkor jelent meg az első lemezünk, ezt egyébként nyertük, ezt a szerződést egy tehetségkutató fesztiválon. És ez az akkori Elekt Rekord? Mert akkori Elekt Rekord. Más nem volt nagyon van, az országban, van, akkor milyen nyelven énekeltetek? Angolul. Az első lemezünk az még angolul volt. Aj, az az énekes. Igen. Aztán, hát ezért mondom, hogy amikor már arra ébredtünk, hogy igazából jobb lenne egy jobb név, akkor már késő volt. Értem. Tehát már készültünk 2001-ben a második lemezt megjelentetni, és az első az már nagyon ismert. Most, amikor nagyon sok ember előtt nyomatjátok, akkor vegyes a közönség, ugye? Ma már nem. 2001-ben a második lemezünk már magyarul jelent meg, és azóta folyamatosan csak magyarul. Románul nem énekeltetek soha? Nem. De olyan felkéréseink voltak román lemezkiadóktól, hogy ha átírjuk a lemezünket angolul vagy románul, akkor kiadják Romániában is nagy lemezkiadók, de ezt mi igazából nem. Gondolom ez az internetnek, ez az óriási penetrációja nektek se tett jót anyagilag, hogy egyáltalán minden letölthető, mindenhonnan, bárhol hallgatható. Így van, ez az egyik, ami nagyon rosszat tett, a másik meg a rengeteg ingyenes falunap meg városnapi rendezvény, ahol a nézők, anélkül, hogy belépőjegyet fizessenek, már bárkit megnézhetnek. És ugye azért is volt, hogy annak idején már a születésnapi koncertjeinket dupla, vagy akár tripla teltházba tarthattuk meg a Kultúrpalotán, vagy akár a sportcsarnokban. Ma már ez azért jóval lecsökkent. Tehát belépőjegyet már nagyon kevesen szeretnek fizetni. Akkor most üzenetet küldök a polgármestereknek. Kedves polgármesterek, tönkre teszik a showbizniszt. Hát mindenki érzi, hogy ez a rengeteg ingyenes falusi napi koncert, vagy sörnapok, vagy bornapok, vagy akármi, egyszerűen elfelejtette a közönséggel, hogy néha valamit kéne letenni, amiből a művészek is megszoktak élni, ugye? És akkor hol lehet a pénzt behozni? Jó, egy ilyen ingyen koncerten gondolom fizetnek valamit. Igen, hát van a zenekarnak persze egy fellépési díja, és ahova elhívnak, igazából ebből működik. Van menedzseretek, vagy saját kézben van ez? Ezt többször is próbálkoztam menedzserrel, de sajnos úgy éreztem, hogy még mindig az a legjobb, ha én tartom kézben a dolgokat. Becsapott, akkor mégiscsak én kéne foglalkozzam. Úgyhogy én foglalkozom ezzel. Napjaim úgy telnek, hogy minden reggel 9 és mondjuk 2 óra között menedzselem a zenekart, utána a stúdióban dolgozom 5-6-ig a dalokon, és természetesen este 6-tól zenekari próbák vannak a próbateremben, úgyhogy nagyjából erről szól. De most térjünk vissza egy picit a letöltésekhez. Ne válaszolj rá, ha nem akarsz. Te már töltöttél le zenét az internetről? Őszintén nem. Nincsenek is meg a számítógépen ezek a letöltő programok. Nekem otthon van CD gyűjteményem, minden külön kategóriában van zenei műfaj szerint. Kedves nézőink, két olyan embert látnak most egyszerre a tévé képernyőn, aki életében nem töltött le zenét internetről ingyen. Én sem töltöttem le soha. Az igaz, hogy a YouTube-on meg szoktam nézni, meg szoktam hallgatni, de még nem vit rá a lélek, inkább megveszem a CD-t. Én is így vagyok vele, nem is szerettem meghallgatni, tehát addig, amíg nem veszem meg az eredeti lemezt, hogy én bontsam ki és olvassam el a borítóját és hallgassam meg nyugodtan a fotelbe, addig nem is szerettem meghallgatni ezt az új lemezt. Nem gondoltatok, hogy egyszer összefogjatok más zenekarokkal és másokkal, akiknek ugyanígy vették ki a pénzt a zsebükből, hogy elmenjetek iskoláról iskolára, informatika tanártól informatika tanárra, és néha elmondani nekik, hogy barátaim, hát most te fizetnél 10 banit erre a dologra, ő is 10 banit, akkor én este több zenét tudnék írni, vagy elegánsabb ruhába, vagy meg tudnék mosdani koncert előtt illatosabbra. Nem gondoltatok arra, hogy ezt valahogy kéne rendezni? Hát, de gondoltunk, de én azt gondolom, hogy ahhoz túl kevés lenne ez, ugyanis egyrészt elég elég, ha már most már ez relatív, mert ma már elég sok zenekar van, de igazából itt az ilyen ingyen rendezvény szervezők, ezek nagy részt inkább a magyarországi előadókat hívják,
Uh-huh. Úgyhogy az, hogy mi itt megpróbálunk ezen változtatni, azt szerintem túl kevés. Értem. De ti Magyarországon nem szoktátok koncertet? De jártunk, persze, folyamatosan. Uh-huh. Ott nehéz azt mondani, hogy kezi csókolom, van itt egy rockbanda, az úgy vágja ezerre Erdélyből, és akkor azt mondják, hogy jaj, ne. Vagy hogy van ez? Nem, teljesen. Tehát, hát ismert név vagytok már Magyarországon. Így van. Mi szerencsére nagyon sokat, már a második vagy a harmadik lemezünk óta nagyon sokat játszunk Magyarországon. Többek között az Edda zenekarnak az előzenekara voltunk körülbelül 6 évig, azt hiszem 2001 és 2007 között. Úgyhogy, ott saját dalokat játszottatok? Persze. Volt is Pataki Attilával egyébként egy közös dalunk, a Semmilyen nyár című dal, ami egy duett volt vele, azt hiszem 2004-ben jelent meg. És ez az is volt érdekes, mert Pataki Attila még soha senkivel nem énekelt duettdalt. Hát igazából nekünk az első lemezeink hát eléggé hasonló volt, egy ilyen dallamos rockzene. Ma már egészen más stílust játszunk. De... Hát azért az Eddának is voltak korszakai. Én ha valaha szerettem az Eddát, az a Slamovics korszak volt, rögtön az első két lemez. Nem azt mondom, hogy betetováltam volna a nevüket, ha tehettem volna, de abban úgy érezte az ember azt a bunfordi, vidéki, miskolci kiszolgáltatott. Aztán show businessbe egy kicsit átmentek, de hát van rajongótábor, meg lehet élni belőle. Nem zavar benneteket, hogy ti mindig van előjáték vagytok, és aztán jönnek az igaziak? Hát ma már azért nem vállalunk ilyesmit. Ez akkor volt még az elején, amikor második, harmadik lemezünk jelent meg, mondom, hogy a 2006-2007-ig, azóta azért úgy inkább a saját, de természetesen zavar egy idő után, hogyha... Meghívjátok az Eddát előzetek. De... Jó lenne. Nőtse beszélgettem Takács Tamással, és ő mesélte, hogy a Rolling Stones előtt léptek fel, hogy hát neki az élete csúcsa az volt. Hogy, és mondom, és akkor legalább kezet fogtatok? Na azért odáig nem jutottunk. Tehát amikor őket lezavarták a színpadról, akkor jó messzire elvitték őket, és akkor külön limuzinokkal felhozták a sztárokat, és akkor ők is lemertek csápolni. Gondolom, ilyen az Eddával nem volt. Velük nem volt, mert mi eleve úgy született meg az együttműködés, hogy mi már volt egy ilyen baráti kapcsolat, és azután még erősebb baráti kapcsolat lett, úgyhogy nem. Tehát, na beszéljünk a rockzenekarról, meg a rockzenéről még egy kicsikét. Ti kifizetitek a szerzői jogok után a díjakat, ugye? Persze. Tagjai vagytok annak a romániai szervezetnek, amelyik begyűjti ezeket a díjakat, és újra kiosztja. Hát igen. Na hát igen, na itt maradjunk. Mennyit kaptok ti vissza? Hát szerző jó. Tehát én, mint zeneszerző, igen, aki hét lemez jelentetett, meg még egy vasat se láttam ebből. Tehát ez nem. Tehát ez a tragédia, vagyis a dráma. Ez a nagy dráma, mivel hogy én ugye rendezvényszervező is vagyok, igen, tehát volt egy-két olyan elég nagy koncert turnét Erdélyben, amiket én szerveztem, és olyankor mindig az első, hogy engem hívnak telefonon, hogy szerzői jogdíjakat azért fizessen be. Szekére betoljátok a pénzt, pontosan, és de, onnan vissza semmi. De semmi. Ezen hogy lehetne változtatni? Ez egy jó kérdés, tehát fogalmam nincs. Nekem is most már saját bánatomat sugom meg. Elég sok rádió felvételemet játsszák hetente különböző rádiók, akik befizetik ezeket a díjakat. Igen. De én, hát jó, én be se iratkoztam, mert tudtam, hogy csak fizetném a tagságot, de vissza biztos nem kapunk semmit. Ez itt nem működik. Mint hogy egyszer megkérdeztem Zorántól is, akit minden nap játszik valamilyen formában, pontosan, valamilyen erdélyi magyar rádió, hogy valaha kapott-e pénzt a román hatóságtól, vagy szervezettől, azt mondta, soha. Mert tudom, hogy ő Magyarországon az a begyűjtő szervezetnek a vezetőségébe tartozik, és igen, mondtam, hogy ezt egyszer le kéne tárgyalni, mert a boldog születésnapot előadja Halász Judit, azt hiszem világrekordot állított be mondjuk a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádióban, igen, 25 éve minden nap egyszer. Ha csak egy banit kapott volna a szerzői gárda már, azért tudnának nyaralni. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel a pénzzel egyébként, ezek hova jutnak. Az biztos, hogy Magyarországon például nagyon jól működik ez. Igen. Tehát ott szó szerint, jön a pénz. Szó szerint van olyan előadó vagy énekes, aki már 10 éve nem játszik a színpadon, de még mindig ebből él a jogdíjakból. Ez normális dolog, hát megszereztem. Pontosan. Az Erdélyi Kávéház mai meghívottja Fülöp G. Imre, a Defender együttes énekese és szólógitárosa. 1980-ban született Marosvásárhelyen. Az 1996-ban alakult Marosvásárhelyi Defender együttes alapító tagja és frontembere.
1998 és 2003 között több alkalommal is kitüntették az év legjobb szólógitárosa címmel. A Defender együttesnek eddig 7 lemeze jelent meg, és ők adták ki Erdély első magyar nyelvű nagylemezét is. Na most menjünk egy picit az erdély magyar média fele. Ne kerüljük meg ezeket a kérdéseket. Rengeteg magyar nyelvű rádió, kereskedelmi rádió működik Erdélyben. Nagyvárad, Szatmár, Székelyföld. Játsszák a dalaitokat? Játsszák. Igen? Játsszák. Te elégedett vagy, ahogy az erdély magyar könnyűzenével, könnyűzene hülye szó volt, az erdély magyar rockzenével foglalkoznak például? Azt azért így nem mondhattam, hogy teljes mértékben elégedett vagyok, viszont ugye azt tapasztalom, hogy Magyarországon is már annyira nem játsszák a magyar zenét, hogy annak egyáltalán örülünk, hogy Erdélyben az erdély zenét még egyáltalán ennyire játsszák. Értem. Mi ennek az oka? Ti próbáltatok beszélni ilyen zeneszerkesztőkkel, hogy... Hát beszélünk folyamatosan, tehát én mindig, amikor megjelentetek egy új dalt, akkor megpróbálom ezeket a rádiókat bejárni, és gondolom, hogy ennek is köszönhető az, hogy játsszák a dalainkat, mert mindig személyesen odaviszem, mesélek is róla, hogy egyáltalán a lemez, hogy lett felvéve, hol jelent meg, egyáltalán miért jelent meg ez a dal, és... Egy üveg vörösbor a szerkesztő ha lenne szívessége. Hát ez csak így lehet működtetni, hogy az ember tényleg oda. Az már rég nem működik, hogy beküldjük a dalt a rádióhoz, aztán majd valaki csak bejátsza. És nem hívtak még telefon, tehát nincs valami új dalod? Ez ma már nem, régebb igen. Tehát régebb konkrétan ez volt. Mi történhetett? Nagyon elment ez az amerikai irányba szerintem ez az egész. Nem tudom, ezt szerintem... Nem tudom, Amerikában sokan megélnek el. Hát persze. Igaz, olyan esküvők sincsenek olyan zenekarokkal, amilyen felénk van. Tehát a zenének, az élő zenének, és most mindegy, hogy rockról beszélünk, vagy népzenéről, én azt veszem észre, hogy nincs becsülete. Nem, nincs. Egyszerűen meg se fordul a fejébe valakinek, hogy megfizesse. Nem, dehogy persze. Na, beszéljünk a Defenderről. Azért is azt mondom neki, hogy Defender. Szeptember, október stúdióban dolgoztam. Igen. És terveink szerint november 30-án megjelenik a lemez, amikor ugye lesz a lemez bemutató. November 30? Igen. Hol lesz a tenni? Ez a sportcsarnokban lesz a lemez bemutató koncert. Azt azért hozzátenném, hogy ugye az Edda zenekar is itt lesz. Ja, hát ők a 40 éves. Kell az előzenekar, igen. Ők a 40 éves évfordulókat ünnepelik éppen, és mi a 19-et és a 8. lemezünket. De ezt egyébként azt is elmondom, hogy 4 éve készül ennek a lemeznek a dalai, jobban mondva, mert ugye a lemez nem, mert... Tehát akkor már kipróbáltatok koncerteken is a dalokat? A dalokat igen, körülbelül 3-4-et igen, sőt videoklippek is már jelentek meg, de ez egy dupla lemez lesz, szó szerint 22 dal fog megjelenni, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezeken. 11 stúdiófelvétel, 11 koncertfelvétel. Nincs, se koncertfelvétel, se remix, ezek mind. Ezek olyan módszerek? Dalok, ezek mind dalok, aha. Mind megint dalok. Te írod a dalok nagy én részén. Én írom, igen. De most ez hogy történik, hogy... Na akkor most ne zavarjatok, mert héttől én dalokat fogok írni, vagy... Nem, ez így, ahogy az előbb is meséltem, ugye általában délelőtt a menedzsmenten dolgozom, és délután szoktam a stúdióba írni. Van olyan, például most is az elmúlt 2 évben volt olyan, alig tudtam megírni 1-2 dalt. Ez az embernek a napjait és a hangulatától is függ. Most viszont egy ideje nagyon jönnek az ötletek, és nagyon sok jó dalt írtam meg, legalábbis én azt gondolom. És a kollégák mit szoktak ehhez szólni? Hát az, hogy ilyenkor mindenkit bejövök a próbaterembe, és akkor ezerre dolgozunk, mert ugye ezeket próbaterembe is meg kell szólaltatni, hogy élőben is el tudjuk játszani, meg egyáltalán majd mindenki a saját hangszerén jön be a stúdióba dolgozni, feljátszani. És hát most mindenki örül ennek, mert tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon jó lemez lesz, és nagyon sok visszajelzés van ezekre a dalokra, amik hadd mondjam el, hogy ugye nagyon sok népi hangszer is került be, és népzene, vagyis népi motivumok a dalokban. Sőt, mit tudom, most Diós Brigitta népdalénekesnővel is egy jó pár dalban kollaborálunk, ami nagyon-nagyon jól szól. Csak azt jelenti, hogy kicsit lágyul a... Hát lágyult már, 2006-ban lágyult. Most igazából azért is mondtam az előbb, hogy annak idején még egészen más zenei stílus játszottunk. Ma már azért benne vannak a modernebb digitális hangzások mellett a népi motivumok is, ami egy nagyon-nagyon jó, ilyen, tehát nagyon jól szólnak ezek így együtt.
És akkor további lágyulás válható? Nem, további lágyulás nem. Tehát erre sem mondanám azt, hogy lágyabb rockzenéről beszélünk, hanem a népi és a digitális hangzások, mármint az ilyen sampler effektek magyarul, egy kicsit lágyították. De ugyanúgy ott van a gitár, meg minden. Volt már olyan, hogy azt mondták a kollégák, hogy ezt azért ne játsszuk el? 2007-ben azt hiszem volt egy ilyen, hogy a dobosunk annyira rockzene kedvelő volt, hogy azt mondta, hogy ez neki így már nem. Úgyhogy ő megmarad inkább annál a kemény rocknál. És volt akkor igen egy ilyen szituáció, amikor... Az az igazság, én nem nagyon értek a rockhoz sem. De minél keményebb egy zenekar, annál szebb balladákat, meg bluesokat tud játszani, igen. Nem? Igen. Tehát a Led Zeppelinnek azért nagyon szép degedős számai voltak. Igen. Hát meg a Europe-nak a... Meg még sorolhatnánk a Deep Purple-tól kezdve. Így van. Hát ők nagyjából ezektől a daloktól lettek híresek, de... Mi sosem voltunk azért az a kemény rock zenekar, én azt gondolom, tehát itt, sőt, emlékszem is, hogy azért van ez, hogy mai napig a Defender koncertet simán el lehet képzelni egy bármilyen rendezvényen, ahol idősek is vannak, fiatalok is vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy november 30-án igen. Jöhet három generáció is a koncertre. A születésnapi koncertjeinken, amikor a Kultúrpalotában benéztem a közönségbe, tényleg 8-10 évestől egészen nyugdíjasokig mindenki volt. És ez... És akkor ez ma az Eddával le van bumlizva, hogy akkor le, igen, november 30-án? Egyébként hamarabb kellett volna legyen, azt hiszem november 12-én, vagy most már pontosan nem tudom, akkor kellett volna legyen eredetileg a lemez megjelenés. De utoljára beszéltünk, hogy ők is szeretnének egy ilyen 40 éves koncertet itt tartani, és akkor a kettőt egybe fogjuk megtölteni, ami látványban azért nagyon érdekes lesz, mert mi a koncertjeinken amúgy is szerettünk különleges látványtechnikákat felszerelni. Most egy kétszer akkor a színpad lesz a sportcsarnokban, nem akkor a szokott lenni, hogy mind a két zenekar kényelmesen elpélye. Szintén a hangosítástól függ a sportcsarnok a hangosít, mindig, mert ennél silányabb hangosítással. Egy beton szarkofágban hangokat kiadni, én nagyon kevésszer tudtam azt mondani, hogy tényleg a hangzás az, ami... Igen, sajnos a sportcsarnokban nagyon-nagyon sokat számít az, hogy az ember honnan nézi a koncertet, épp milyen irányból, vagy milyen szögből, mert nagyon visszhangos, és most már vannak ma ilyen felszerelések, amikkel be tudják mérni azt, hogy a visszhangok körülbelül melyik pontokban milyen erősek, és akkor ilyen késleltető hangszorokkal ezt próbálják küszöbölni. Nem volna jó szabadtéri koncertet inkább a nyári kertben Marosvásárhelyen? Az jobb lenne, de vagy november... Szobátán a Medvetó partján. De sokkal jobb, tehát hangzásban nem is lehet összehasonlítani a kettőt. Csak már nincsen piac az ilyesmi. Hát nincs, de hát az is baj, hogy ezt november végére... Hát az elég hideg szokott lenni a nyári koncert. Azt már szabadtérre nehezen elképzelhető. Mikor basszusgitárosnak mi ráfagy a keze a B-durra. Így van. Hát örülök, hogy elbeszélgettünk egy kicsit a rockról, meg egyáltalán a hazai zenész világnak az árnyos oldalairól. Jobb lett volna sok fényességről beszélni, de hát jelenleg itt tart. Igen. Hát mint ennek ellenére én azért nem panaszkodom. Töretlenül jövőre jön a 20. Reméljük, 9. lemez, Edda előzenekar lesz. És Keresztes Ildikó aláírást kell végén. Igen. Jó. A 20 évesre azért valami nagyon nagyra és önállóra fogunk készülni. Na, sok sikert kívánok, köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál. Is. Jó munkát kívánunk, és azért tényleg szorítunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért már az Erdély Kávéházban, ne feledjék el, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az órában hétfőn találkozunk. És azért szívleljék meg, amit most itt beszélgettünk. Ne lopjanak zenét az internetről, próbálják meg, ha jó, a hazait is támogatni. A viszontlátásra!